Már szüretre kész a cseresznye, a szemek pedig sérülésmentesek. Az utóbbi három évvel ellentétben idén végre nem érte jelentősebb tavaszi fagykára gyümölcsöt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyjából 470 hektáron termesztett cseresznye nagy része tehát ezúttal megmenekült. Gondot egyedül az április közepétől jelentkező aszályos időszak jelentett. A virágzás időszakában már viszonylag kedvező volt az időjárás, jó volt a terméskötődés, így a legtöbb termőhelyen összességében jó a termés. Természetesen lokálisan vannak olyan helyek, ahol jelentős fagykárok következtek be, de régiós átlagban vagy országos átlagban egy jó közepes termést szüretelhetünk cseresznyéből. Ami viszont idén nagyon kedvezőtlen, mert úgy tűnik, hogy minden évben kell legyen valamilyen időjárási csapás, azaz április közepétől június közepéig tartó aszály, aminek következtében az öntözetlen ültetvényeken a szokásosnál és a piacos méretnél kisebb maradt a cseresznye. A megy betakarítására sem kell már sokat várni. Az előző három év itt sem alakult jól, mindössze 60 ezer tonna körül alakult a hazai megytermés az átlagosnak mondható 75-80 ezer tonnához képest. A Fruit webnél egyelőre óvatosak az idei becsléseket illetően, az azonban biztos, hogy a szüret kezdetéig még szükség lenne esőre. A kevés csapadék miatt egyelőre úgy tűnik, túl sok lesz a 18 mm-nél kisebb átmérőjű megy, ezekre pedig nem tart igényt a konzerv és a hűtőipar. Gyakorlatilag a korai fajtáknál egy hétre vagyunk a középérésű, a termés szempontjából legnagyobb mennyiséget adó fajtáknál, a fürtös medgyeknél pedig 2-3 hétre vagyunk a betakarítástól, és ha ekkor a méret elmarad a vártól, akkor valószínűsíthető, hogy már nagyon nagy gyümölcsméretek nem lesznek. A múlt heti esőzések talán valamit segítettek a gyümölcs méret szempontjából, bár azt gondolom, hogy viszonylag már későn jöttek ezek az esők, viszont a repedés, rothadás a megynél még nem okoz gondot, úgy mint a cseresznyében, mert a megy eleve kevésbé hajlamos repedni, rothadni, a múlt heti csapadékok még ilyen károkat nem okoztak. Jelenleg összességében egy nagyon tág intervallumban tudjuk prognosztizálni a termést, a 60 és a 75 ezer tonna közé várható, de ennél pontosabb becslést egyszerűen nem merünk adni, mert a gyümölcsméretekben óriási bizonytalanság van. Apáti Ferenc hozzátette, a termelési költségek erre az évre több mint 40%-kal emelkedtek. A feldolgozóipar várhatóan 250 forint körüli összeget fizetne 1 kg meggyért, a termelők azonban 300 forintot szeretnének kapni a gyümölcsért, hogy ne legyen számukra veszteséges az előállítás.